Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör. Mai műsorunkban egy ördökatlan külön kiadással jelentkezünk. Beszélgetünk Vahorn Andrással, megnézzük a Toldit, belehallgatunk a rájátszásba, illetve a csillagos égbolt alatt megszólaló Beethoven 9. szimfóniájába. Tartsanak velünk! A Katlan egyik díszvendége volt Horváth Csaba, koreográfus. Két darabját is bemutatták, mi a Toldit néztük meg. Rengetegen voltak kíváncsiak a fesztivál első napján a Toldira. Ez és a Forte társulat produkciója, az Írtás volt látható a Katlanon. Horváth Csaba rendezésében, aki a fesztivál egyik díszvendége is volt. Nagyon megtisztelő és szinte zavarbejtő. De hát egyrésztről, másrésztről pedig természetesen nagyon jó érzés, hiszen azt, hogy egy ilyen látogatottságú fesztiválon megjelenni két előadásom is, és ilyen zsúfolt teltházzal, mint például a Madér utáni, akkor azért, hogyha az jól számolom, akkor az a két előadás, ugye duplázunk mind a kettőt, 1200 ember, tehát az jó, hogy röpke két nap alatt 1200-an látják azt, amit csinálunk. Ég a nap melegtől a kopár szik savja. Tikkad szöcske nyájat legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a torzsközkelőben. Nincs tenyérnyi zöld hely. Nagy határozó. Fogják hűvösében 10-12 szolgaholtjuk, mintha legjobb rendben menne dolga. Nincs betekintésem a fesztivál profiába, illetve hát csak amit kívülről látok, de azt látom, hogy masszívan tartja a minőséget, ami a programokat illeti, és akár zenei, akár színházi, vagy képzőművészeti, stb. Illetve ez azért csodálatra méltó. Most ugye hallottam a fesztivál szlogenjét, hogy őrült, vagy nem vagyunk normálisak. Nem vagyunk normálisak, igen. Tehát ez nyilván ezt akarja, ezt a fajta kitartást, hogy foggal körömmel, de a minőségre törekszik, és ez manapság nagyon nagy dolog. A Toldit 2012. októberében mutatta be az akkor harmadéves fizikai színház rendező osztály. Nem is azt a forgó szelet nézi, mely a hangvasutat végeségig méri. Túl a tornyon, melyet porgúr rakott a szél, büszke fegyver csillog, büszke hadsereg ki. Amint sereg ki a szürke por ködéből, úgy kell a sohajtás a fiú szívéből. Aztán csak néz előre hajolva, mintha szívelete a szemében. Úgy született meg, hogy a Színművészeti Egyetem harmadéves fizikai színházi osztálya, amely osztályt én vezetek, vagy vezettem, mert most már végeztek, egy fél éven keresztül Arany János balladákkal kellett foglalkozniuk a diákoknak, illetve azzal foglalkoztunk. Arany János balladák alapján kellett különböző koreográfiai etüdöket csinálniuk, és annak az évnek a végére azt terveztem, hogy most eljött az idő, hogy én készítsek egy produkciót velük, és azt gondoltam, hogy akkor ez egy méltó lezárása lesz az évnek, hogyha megcsinálom a Toldit. Tehát tulajdonképpen végig Arany Jánossal foglalkoztunk. Egyrésztről, másrésztről meg évek óta kerülgettem a Toldit, vagy kerülgettem akkor már, mert egy borzasztó erőteljes műnek tartom, szinte olyan, mint egy mozgókép, vagy egy filmforgatókönyv szinte, mert annyira erősek az Arany János képei, hogy épp ezért nagyon alkalmasnak tartottam arra, hogy azon az absztrakt színházi nyelven, amin általában készülnek az előadásaim, és amely nyelvet ők maguk is tanulták az egyetemen, azon a nyelven ezt nagyon izgalmas lehet elbeszélni, elmondani, eljátszani, és így született tulajdonképpen. A fizikai színházi előadások egy olyan színházi nyelven szólalnak meg, ahol a mozdulatoknak ugyanolyan súlya van, mint a kimondott szónak. Az emberek többsége ezért nem is szereti az ilyen jellegű előadásokat, mert nem érti ezt a nyelvet. A Toldi esetében viszont aki szkeptikusan állt neki az előadás nézésének, az is elégedetten távozhatott. Horváth Csaba szerint a jó előadás titka, hogy ehhez a nyelvhez megfelelő alapanyagot válaszol az ember,
és a Toldik kiváló alapanyag, hiszen nagyon erős képekben írta meg a történetet Arany János. A másik titka meg a sok gyakorlás, az én, és ezt magamra is értem, tehát a gyakorlás és az arányokkal való játéknak a gyakorlása, hogy hol erősíti a mozgás a történetet, hol erősíti a mozgás a szöveget, vagy éppen fordítva a szöveg a mozgást, hol kell a zenének lennie, hol, mennyire fontos az, hogy a vizualitás az erőteljes legyen, hol kell, hogy erőteljes legyen, hol kell, hogy kevésbé. Tehát, hogy ez az arányokkal való játék tulajdonképpen ennyi. Én nem szeretem ezt misztifikálni, ezt a műfajt, ezt, hogy fizikai színház, én színháznak nevezem, amit csinálunk. Van annyiféle színház, van ilyen színház, olyan színház, amolyan színház. Az, hogy az előadók a testükkel is kifejeznek, és a testükkel is megerősítik a saját karakterüket adott esetben, illetve mesélik el a történetet. A testük által ez szerintem a színháznak alapvető eszköze. Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát. Végignél ragadja. Hosszan, egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol Budára tér el. És mintha vassából a karja maga várva, még csak megsereszen a kinyújtott. Az eredeti Toldi nyelvezete a mai embernek kicsit avit, de ettől függetlenül a történet nagyon is lehet mai. Attól, hogy örökzöld, ettől mai, és hát rengeteg olyan, az, hogy nagyon abszurd, vagy sok esetben szinte abszurd, az, és rengeteg önirónia van benne, és rengeteg bölcsesség, ami az arany részéről feltétlenül jelen van, rengeteg bölcsesség, társadalomkritika, politika, tehát tulajdonképpen minden, tehát én úgy érzem, hogy teljesen élő a mű, és ezen a veretes, nem veretes, de azért nagyon, tehát ezen a verses nyelven, bármennyire is szokatlan ez a mai színház néző embereknek, vagy egyáltalán a mai embereknek, hogy ezen a verses nyelven mondunk el egy történetet, de minden mozzanata aktuális, úgy érzem. Így vesződik Miklós nyers harapostóban. De van drága dolog otthon Nagyfaluban. Tenki gyúlt a ház is, úgy füstöl a kémén, nagy koronc köszönget a fut mél a gémén. A malasznék sírni, bolyú bárány véget, apró marhanyáj közt van szörnyű ítélet. A fehér cselét közt a beteg salomba, holmi kisvásárnál népesebb a konyha. Idén is volt rájátszás a Katlanban, de nem a klasszikus egyköltő egyzenész felállásban. Ezúttal egy közös műhely munka gyümölcsét láthattuk a színpadon. Akt magán a fő suli, lánya kitár. Pénteken festik és hétfőn rajzolják. Ez a rájátszás ez egy olyan projekt, amiben kortás költők és kortás dalszerzők dolgoznak együtt, és az újdonságok mindig új dalokat jelenthetnek, meg olyan műhely munkát, közös műhely munkát, ahol ez a dolog már egy kicsit átalakult. Tehát néha a költők is szereznek zenét, közben a dalszerzők ugye nyilván szövegeket is írnak, és ebből lett valami különös, ami jóval több annál, mint hogy átírjuk egymás dalait, hogy új szövegeket írunk meglévő dalokra, hogy verseket megzenésítenek. Valami műhely munka jött létre, ami egy kicsit zenekarosabb, egy kicsit színházibb, és egy kicsit összművészetibb, mint ami korábban volt. Ez lett most a rájátszás. Nyilván azokon az alapokon nyugszik továbbra is, amit a Sebőjék letettek a 70-es években. Vagyis, hogy nagyon jó a vers, ha énekelve lehet, és a zenei keretet kap, akkor működik, és nyilván nagyon tiszteljük őket. De ez a projekt egy kicsit, vagy ez a produkció egy kicsit elmozdul, kicsit más utakat keres. És hát nagyon-nagyon jó úgy dolgozni együtt, akár a Kollárral, a Beckkel, Szűccsel, akik nagyon nyitottak a kortárs irodalomra. Tehát, hogy ők maguk is hát írnak is folyamatosan, akár novellákat, hát ugye a Beck a Pécsi Egyetemen a roma irodalommal foglalkozik. Tehát, hogy ezeket ők jól ismerik, benne vannak, és akkor ez a közös munka, ez egy olyan produkciót hoz létre, hogy így lehet látni ezt a koherenciát. Ez lejön a színpadról ez a dolog. De hát azért a lényeg mégiscsak az, hogy van egy rakás új dal.
Na nem lenne semmi, csak az a magától érzősebb. Éjjel benézett Margit, pedig nincsen nála asszony félősebb. A vékonyból vastag a kerek, viszont csak maradjon kerek. Annyira műhely munka lett, hogy ma mostanra már a Grácsó is ír dalokat, ami azért kemény. Erre ismeri elő, a garázsokkal előjött belőlem. Az van, hogy az a fajta klasszikus történet a rájátszásnak, amiben párokba rendeződve csinálta mindenki meg a maga feladatát, az már eltűnt, mint tudom én, hogy milyen újdonság lesz ma például, a Szűcs csinált egy hájverset, és lesz úgy hájversem, hogy a Szűcs zenésítette meg. Az Egyedi Peti is csinált Grecsót, úgyhogy, hogy mondjam így, ilyen tekintetben elszaladtunk a hagyományos párrendszertől, vagy a hagyományos pároktól, és ha minden igaz, akkor ma talán a Virági zongorázik, ebben nagyon bízom, majd meglátjuk, hogy mi lesz végül. Mindenesetre játszunk olyan dalt is, amit a virág maga írt, már dalként és nem csak szövegként, szól, hogy ez a... Talán ez a sajátsága, vagy alakulás történt a rájátszásnak most. A fiatalokat jobban megszólítja, és nyilván ez volt a cél, mert hozzájuk az irodalmat nagyon nehéz eljutatni. Tehát, hogy egyszerűen a gimis generációhoz, vagy a fiatal egyetemista generációhoz irodalmat eljutatni, hát ez egy nagyon szép és tisztes feladat. Tehát, hogy ezt próbáljuk megcsinálni. Ezt próbálja a Slam Poetry is megcsinálni, minden olyan produkció, ami színházivá igyekszik tenni az irodalmat. És ezzel nincsen baj, hát ezt 1926-ban Móricz arról ír a naplójába, hogy amíg nem tudjuk az irodalmat színházi produkcióként eladni, addig nem tudunk a közönséghez úgy eljutni, ahogy a színház, vagy ahogy minden más művészeti ág el tud. Akkor ő még nem fesztiválokban gondolkodott, hanem szigorúan színházban. Itt most fesztiválok vannak, és nagyon nagy dolog. Új fiúk lépnek a parlamentbe, s nem vigasztal, hogy tönkre mennek, mert nem 4 év kormányzat múlik el. Nem fürdesz, minek? Nézed az időt, már megint 00:30. Valószínűleg a rájátszás attól tud működni, hogy meglepő és mérhetetlen nagy szeretetet kapunk. Már hogy maga a program, nyilván a dalok nem mi, de hogy ez a dalokat valami miatt nagyon szeretik az emberek, és azt képzelem, hogy az elején a fejünkbe vett talán patetikus elképzelés, amelyikben a lírának az érvényességét dalokon keresztül próbáljuk meg így megjeleníteni, az legalább annyira visszahatott a popzenére is. Szóval úgy tűnik, hogy a líra is nagyon erős, hitelesítő erő. Arra vonatkozom, hogy így ez a popzene, ez egy érvényes kulturális elem. Isten nevetsz ezen, te tár, a szünetben köpenyt veszel, ne fázz és fél egykor végre ruhát, mert aki az epres kert előtt vár, nem festő, csak néz a ruhád alá, formát lát és fogást keres a testem végig, aztán megint. A Katlanon itt volt Vahorn András is, aki legalább olyan sokoldalú művész, mint maga a fesztivál. A koncertje eső miatt elmaradt, de a kiállításában tartott nekünk egy rövid tárlatvezetést. Egyszer csak kaptam a Facebookon egy levelet a Mónikától, hogy van-e kedvem kiállítani, és hát persze, hogy van, de gondoltam, hogy mindjárt megkérdezem a Mónikát, hogy nem-e akarja, hogy zenéjek is, és azt mondta, hogy akarja. És akkor összeállítottam egy zenekart, a Vahorn Airportot,
aki tegnap nem lépett föl, mert esett az eső, de egyébként a legjobb koncert mindig az, ami elmaradt, mert ugye azt senki se hallotta, de szerette volna, és ezért senki se bír csalódni benne. Emellett van ez a kiállítás is, ahol hát a festményeimet meg néhány rajzot állítok ki, valamint még festettem a falra is, az iskola mögött, a helyi történeti múzeum mögött, Kraballal kapcsolatos nőket, akik futnak Kraball felé a sorsuktól üzetve, és már ki is nőtt rajtuk egy ilyen fogantyú, amiben Kraball aztán belekapaszkodhat, mivel ugye hát minden férfi valahol kapaszkodik a nőkbe, mindjárt meg is tudom mutatni. A Gizi meglátja Gézát című művet, amiben Gizi már abban az állapotban van, hogy a fogózkodója ki is nőtt neki, egyelőre a hátán, úgyhogy Géza nagyon be van gerjedve, nézi Gizit, hát hogy be van gerjedve, az jól látszik rajta, négy kézlábbal, mert ugye hát az állati ösztönök dolgoznak bennünk, hála jó Istennek még egy darabig, és hát ezt próbálja ábrázolni ez a kép, ugye a párkapcsolatok az én művészetem általában a nőkről szól, illetve hát annyiban, hogy a férfiakról is, de a nőkről és a férfiakról. Egy vadi új van, ott, ez pedig Nicolette Bonyolult élete című mű, ez egy vadonatúj kép, egy héttel ezelőtt készült el, ha nem száradna olyan gyorsan az akril festék, akkor még mindig nedves lenne, de az akril festék néhány óra alatt megszárad, így, hogyha hozzá nyúlunk, akkor nem jön le, ezért aztán jó kép, hiszen az igazán jó kép az, ami nem esik le a falról, vagy nem veszti el a pigment tartalmát, hiszen rossz kép nincsen ezen túl. Minden művészet jó, mert minden művész tetszik valakinek, van akinek, van olyan művész, aki több embernek tetszik, van aki meg csak egynek, vagy van aki egynek, aki már nem él, mondjuk ilyen is van, de szóval egy embernek biztos valamelyik művész tetszik, pláne most az internet világában, amikor is, ahogy megfestem a képemet, kinyomom a Facebookra, és pány, egyből látja 6 milliárd ember, ez nagyszerű dolog, kapok egy lájkot, és kész, megvan az első. Mostanában a legnagyobb hangsúlyt a zenére fektettem, az elmúlt 3 évben nem is festettem, hanem főleg zenétem, ez az első kép 2 év óta, amit festettem, de most már megint kezdem kicsit tudni a zenét, úgyhogy lehet, hogy megint festeni fogok. Vagy nem tudom, mert hát sose tudom, hogy meddig tart valami, általában én ilyen kalandor típus vagyok, egy darabig érdekel, aztán nem, aztán megint. Van a Stabil anya című kép, amiről nagyon nehéz beszélni, mert igazából egészen pontosan nem tudom, de azt láthatjuk, hogy ez a majom itt Lem, aki a mondjuk az anyja ennek a felnőttnek ott, kocka alakú, ugye a kockánál stabilabb dolog nincsen, tehát a majom anya kocka alakú, és ezen áll ez a gyermek, akinek problémája van önmagával, mert egyik feje cowboy, a másik meg majom. Ennél még nagyobb probléma az, hogy nem lehet tudni, hogy a majomnak miért van római sisakja. A cowboynak azonban be van kötve a szeme, ezt nem látja, csak érzi a szagát, vagy pedig hát hallja a hangját, és őket egy felhő köti össze a testükből kinőve, már a fejeket. Hát ez látszik ezen a képen. A képen nagyon megrázó az, hogy fekete és narancssárga. Ezek a színek, ugye a fekete és piros lenne, akkor ördögi színek lennének. A fekete és a narancssárga pedig ugye nagyon érdekes, hogy a vöröstől nem nagyon
megy el, de mégis az ördög színe a vörös, a narancssárga pedig a buddhista, a megbékélés földön túliság. Tehát ez milyen közel van egymáshoz. Nem érdekes? De igen, nagyon érdekes. Úgyhogy ez is benne van ebbe a komplexumban. Képkészítés, mint egy pszichoanalízis, arra törekszem, hogy ne hazudjak. Tehát ahogy megy a kezem, azt próbálom meg arra fele festek, hogy minél inkább az legyen, amit érzek, még ha nem is tudom akkor még, hogy mit érzek. De amikor a kép eljut oda, hogy föl tudom írni a címét, akkor van készen tulajdonképpen. Ugye lehetne tovább is csinálni, de amikor a címe kiderült, akkor végül is életre kelt, hiszen ugye a szó az egy mágikus dolog, ahogy megnevezünk valamit, attól kezdve él az illető. Hát ez a kép erről szól, a nő meg van simogatva. Ugye? Hát mondjuk lehetne beszélni arról a furcsa dologról, hogy a nők is másért szexelnek, meg a férfiak is, de mégis mind a kettő azt hiszi, hogy a másik is ugyanazért, amiért ő, és ezért mérhetetlen problémák történnek, ugye, mert mi férfiak azt hisszük, hogyha meglátunk egy kislányt, és ebben a pillanatban mi készen állunk a szexuális aktusra, nem értjük, hogy ő miért nem mondja, hogy ő még beszélgetni szeretne. Ugye mi nem akarunk beszélgetni, szexelni szeretnénk, és esetleg utána beszélgetünk, ha nem alszunk el. Viszont a nőknél ez pont fordítva van, ugye ők először beszélgetni szeretnének, és esetleg, hogyha jól esett a beszélgetés, akkor szexelnek is, hiszen számunkra a szex a cél, a nőnek pedig eszköz valami másra, amiről most nem beszélünk, menjünk tovább. Ennek a képnek a címe Jajgató Nyuszi király plusz kutya. És előbb kezdtél rajt írni fel jajokat, csak úgy magadtól, és még nem tudtad, hogy az mi lesz. Mindjárt elmesélem, hogy okay. Mi történt. Elkezdtem rajzolni, most mondjuk így lejátszuk, hogy kezdek el rajzolni. Elkezdtem ezt így csinálni. Ez furcsa volt, sose szoktam ilyet, bár igyekszem, hogy olyat csináljak, mint amit még soha, de így megcsináltam, és nem tudtam, hogy mi. Mert ugye egy kicsit olyan, mint hogyha egy országnak a megyéi lennének, sőt, hogyha most ebben a pillanatban látom, ez teljesen olyan, mint Kelet-Magyarország, ugye? Igen. Így, ugye? Teljesen olyan, mondjuk ebbe a jajba itt lakok, én Mezőszemerén, ugye Eger alatt, na, de ez akkor eszembe se jutott, hanem itt volt ez a dolog, mit csinálja? És akkor nem tudtam mit csinálni, hogy valamivel összekössem, rajzoltam neki egy nyakat, meg egy testet. Ebben a pillanatban ez már valaminek a feje. Ide rajzoltam ezt, hát Nyuszi király, ugye, mert majdnem van, mint a nyuszi fül, csak túl sok, mert nem kettő, de királyszerű, mivel hogy a koronának vannak ilyen ezei, és akkor különleges belső késztetésre beleírtam mindegyik megyébe, hogy jaj, jaj, jaj. Hát ezek után, ugye, mivel már tudtam, hogy Nyuszi király, és ott volt a sok jaj, ezért már is megszületett a cím, Jajgató Nyuszi király, de úgy éreztem, hogy ez unalmas, csak egy Jajgató Nyuszi király, úgyhogy egy kutyát is ide raktam, akit igyekeztem, hogy ne legyen nagyon félelmetes, szeretjük a kutyákat. Érdekes módon itt nem tűnik fel a női motívum, így van, nagyon jól láttad, nagyon ritkán fordul elő, de a helyzet az, hogy én csak arról tudok festeni, amit éppen abban a pillanatban érzek, és ebben a pillanatban, amikor ezeket festettem, nem éreztem semmit a nőkkel kapcsolatban. Köszönjük szépen! Thank you.
Tavaly nagy sikernek örvendett a Peremendi kápolnánál a csillagos égbolt alatt megszólaló szimfonikus zene, így idén mi sem hagyhattuk ki. Következzen Beethoven 9. szimfóniája.
Most következik a... Mi következik, Lili? Hát, programajánló. Ajánlunk elején nézzük, milyen új kiállítások nyílnak. Egészen pontosan csak egy új tárlatot nézhetünk meg. A Nádor Galériába Pintér András Ferenc festőművész hozza el képeit 11-én délután 5-kor. Lesz a héten Aspik is, az alkotói piacra 16-án viszik a helyi termelők portékájukat a Csinosba. Lássuk továbbá a zenei kínálatot. 15-én a Zsolnai negyedben a Pirográni Jazz udvar fellépője a Tóth Viktor tercet lesz, de nem egyedül érkeznek. Itt lesz még velük a berlini rapper Simple One is. Szintén a Pirogránit udvaron 20-án az államalapítás ünnepén este 7-kor a Zsolnai Táncházak most következő felvonásában magyar táncokat robhatunk, a talpalávalót pedig a Hanga Banda szolgáltatja majd. 17-én este 6-kor a Bóbita a szabadtéri színpadán a nyáresti térzenék sorozatban a pécsváradi városi fúvós zenekart hallhatjuk majd. Ugyanitt egy nappal korábban a hétvégi báb előadások utolsó darabját láthatjuk, mégpedig a Szatmár Németi Brigella Báb Színház mesék a Nyúról és a Rókáról című produkcióját. Ennyit a színházi programokról, ugyanis a Pécsi Nyári Színház idén már nem szolgáltat több előadással. Végül pedig lássuk, milyen új filmek kerülnek a mozikba. Vászorra kerül Lasse Hallström, az Élet ízei című filmje, továbbá premierje lesz a Galaxis őrzőinek, akik a Marvel univerzum egyik legizgalmasabb csapata, akik a Galaxis különböző pontjairól származnak és idegen bolygókon szállnak szembe a gonoszokkal. Ez volt már a Pécsi Kör, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, addig is szép napokat!